Na, sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Hogy áll az új haj nélküli fejem? How do I look? Na, most már ezt kell szokni. Biztos meg fogjátok szokni hamar. Én már megszoktam. Lemondtam arról, hogy ilyen világi, mulandó dolgokkal foglalkozok, mint a haj. Nem fogok vele foglalkozni. Nem tollászkodom. Így marad ez már. Nem lesz frizura, semmi. Olyan vagyok, mint olyan buddhista szerzetes. Csak itt mormolni kell, jommáni padme hum, hogy kerüljenek el engem ezek a marhaságok, ugye, amik az ember ilyen szkeptikus témákat olvasgat, hogy óhatatlanul ugye felmerülnek ezek a... Hát feldobálja, googlia a különböző hülye cikkeket, meg ajánlatokat főleg, hogy én most azon lepődtem meg, hogy dobálja nekem az oxigénes víz, tehát az oxigénnel dúsított víznek a reklámját, ami, hát ha jól emlékszem, ez már azért több mint egy 10 éves történet, és gyakorlatilag ahol csak lehetett, már ízekre is cincálták. Mégis, hát újra meg újra ugye új köntösbe bújtatják a marketingesek, és akkor ezt megpróbálják újra eladni, csak már nem hazudnak mellé annyit, mint amennyit korábban hazudtak, de azért még mindig hazudnak. Nagyon csúnya dolgok hangzanak el, főleg ugye egy orvos szájából, ugye, aki belgyógyász is, és természetgyógyász is. Én szeretném javasolni azt, hogy a természetgyógyászatot azt újra nevezzük el sarlatánságnak, és tiltsák be a francba. Mert hogyha egy belgyógyász ilyet kiejthet a száján, hogy a gyomron keresztül kell pótolni a kevés oxigént, az én nem tudom, az nettó sarlatánság. Tehát arra nincsenek szavak. Mert egyébként azt nagyon jól tudja, ha valaki, akkor ő nagyon jól tudja, hogy ez hazugság. Na, nézzük azt az oxigénnel dúsított vizet. Ugye, hát a marketingesek, tök mindegy, rakjunk bele valamit, ami nincs is benne, és akkor próbáljuk meg eladni. Azt azért elég jó figyelmen kívül hagyják azt a tényt a marketingesek, hogy az oxigén az kvázi korlátlan mennyiségben a rendelkezésünkre áll. Honnan? Hát a levegőből. Ugye? Onnan szoktuk felvenni, általában a tüdőnkön keresztül, és hát, hogy valaki oxigénhiányba szenved, őt pedig oxigénmaszkkal szokták lélegeztetni, mit tudom én, tüdőbeteg, vagy valami, nem olyan hatékony már a tüdeje. Nagy nyomású kamrába, akármi, de még soha senki nem próbálta meg az oxigén hiányos állapotot víz itatásával gyógyítani. Ugyanis az a gyomrunk, az emésztőrendszerünk az nem arra való, hogy gázcserét folytasson le. Arra a tüdő való. A halaknál meg a kopoltyú. Tehát hozzáteszem, a halak azt a vizet isszák, ugye, amiben úsznak, nekik kvázi nincs szükségük ivásra, hogy ne száradjanak ki, de ők sem a gyomrukon keresztül veszik fel az oxigént, hanem nekik is van külön kopoltyújuk. Mert ha gyomron keresztül lehetne gázcserét folytatni, akkor az elég durva lenne, mondjuk, például elképzelünk így egy pohár szénsavas üdítőt, ebben nem oxigén van, hanem széndioxid. Meginnánk, és a benne oldott gáz, az nem egyrészt büfögéssel távozna, másrészt a belünkbe raktározódna, mint fing, hanem a kapillárisainkon, a hajszál ereinken keresztül egyenesen a véráramba kerülne. Hogy az embóliáról hallott már mindenki, ezt nem kell külön magyarázni, hogy abba bele lehet halni. Tehát, hogy mondjuk a széndioksziddal amúgy se tudna mit kezdeni az ember, fékképp, ha vénásan nyomja be, mert az a kijárat felé megy. A tüdő kijárat. Lehetne belőle egy elzáródás. Na mindegy. Tehát mondom, még ez a szerencse, hogy nem a gyomrunkon keresztül vesszük fel a vizet. A vizet. Na. Tehát megvan ez a logika, ugye, hogy az oxigén nélkülözhetetlen az élethez. Oxigénnel élünk.
Tehát az oxigén jó. Sok oxigén még jobb. Minél több oxigén, annál jobb. Ez sem igaz, mert ugye az oxigén az egy mérgező gáz. Bizonyos koncentráció fölött meg lehet halni tőle. Teljesen. Ezt figyelmen kívül hagyja a marketing. És akkor, na, hogy adjuk el azt az oxigént, ugye, ami ingyen van? Hát keverjük bele valamibe. Mibe? Hát mondjuk vízbe. Oké, adja magát az ötlet. Palackozzák, és akkor, sőt, még néha ilyen, már nem, de régebben ilyen szifonokban, mint a széndiokszid szifon meg patron, így is árulták. És hát tulajdonképpen rengeteg csodálatos gyógyító hatást tulajdonítanak az oxigénes víznek, például, hogy megszünteti a fáradtságot, erősíti az immunrendszert, segít még a keringési problémákon is, és a rákot is gyógyítsa. Mit nem? Azt mondja, hogy na nézzük, hogy akkor a számokat, hogy ezek hogy működne. A víz normál állapotban, normál légköri nyomáson és hőmérsékleten literenként körülbelül 10 mg oxigén tud megkötni. Ha szennyezett a víz, akkor kevesebbet, olyan 6-8-at, és viszont azért a oxigénnel mi is tudjuk dúsítani a vizet, egy sima akváriumi pumpa elég ahhoz, hogy ezt a 6-8 mg per literes vizet, ezt akár 10-zé felpumpáljuk, ez sima izéve akvárium pumpával. És ennél is jobb eredményeket lehet elérni, hogyha nem levegőt pumpálunk a vízbe, hanem tiszta oxigént. Mondjuk oxigénpalackból. És így már el lehet jutni egy ilyen 40 mg-os dúsításig is. De az a baj, hogy ez nem marad így az idők végezetéig, mert a víz az mindig a természetes állapotára törekszik. Tehát a természetes állapota oldott állapotban 10 mg. És ez a pluszba belepréselt oxigén mennyiség, ez nagyon hamar elillan. Ez a természetgyógyász, belgyógyász doktornő is ajánlja, hogy ezeket az oxigénnel dúsított vizeket minél kisebb kiszerelésbe vegyük, mondjuk fél literesbe, és hamar fogyasszuk el. Mérthető is, mert például egy ilyen pohárba kiöntött oxigénnel dúsított víz, az körülbelül olyan másfél-két óra alatt elveszíti azt az extra oxigén tartalmát, tehát visszakerül 10-re, mint a csapvíz, és kész. Szóval ebben nem hazudott kivételesen. Tehát 40 mg-ot beleraknak, és akkor oxigénpalackból, ez, mondom, ez a normál földi légköri nyomáson, ez belerakható. Ennél többet, ha bele akarunk rakni, fel akarunk oldani, akkor ahhoz növelni kell a légköri nyomást. Nagy nyomáson. És ezt természetesen olyan tároló edénybe kell tárolni, ami kibírja azt a nyomást, azt a légköri nyomást. Nos, mostanában, hogy nézegettem, nem nagyon merik feltüntetni a vizeknek a címkén, hogy mekkora is tulajdonképpen a benne oldott oxigén mennyisége. Mert régebben hirdették, hogy akár 2000 mg oldott oxigén is lehet a vízbe, ami azért vicces, mert ehhez, hogy ezt megtegyék, ehhez hatalmas nyomásra lenne szükség, 200 atmoszféra légköri nyomásra. Ugye most van körülöttünk egy. Ami azt jelenti, hogy ha valahogy sikerülne is belerakni ezt a 2000 mg-ot literenként, hozzáteszem ugye, hogy a hegesztéshez használt oxigénpalack, ugye ismerjük azt a nagy hosszú vas palackot, abban csak 150 atmoszféra nyomás van. Tehát többet nem tart meg. És tehát ez eltörpül amellett, hogy ugye ők állítólag 2000 mg-ot képesek benne feloldani.
Most ez 200 atmoszféra kibíró palackra lenne szükség. Tehát azért ezt el tudjuk képzelni, ugye egy PET palack, hogy az megtart 200 atmoszféra nyomást. Teszem azt, ha még meg is tartaná, vagy valami, akkor az történne, hogy amikor levegőt kap, tehát kipisszentjük, és elkezdjük kifele önteni, akkor ugye a víz hirtelen, a víznek a térfogata hirtelen a 200-szorosára növekedne. Úgy képzeljük el, mint egy gejzért, amikor így kilövel a felrázott pezsgős palackból a pezsgő, csak mondjuk nem úgy repülne fel, hogy mondjuk 3 méterre priccolna fel, hanem mondjuk nem is tudom milyen magasra. És rohadt gyorsan, tehát valószínűleg maga a palacknak a szétrobbanásával is járna, vagy ellenirányba elkezdene, így kirepülne a kezünkből a palack. Hihetetlen gyorsan létrejön ez a kipesgés, ugye, ez a kibuborékolás, még vissza nem állna normál mennyiségre, a 40 mg-ra, aztán ugye csökkenne egész tízig, és ezt egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mint amikor a széndioxid így szépen apránként így kipezseg a vízből vagy a kólából, mert ugye a széndioxid az a vízzel reakcióba lép, kémiai reakcióba, és szénsavvá válik, és először ennek a szénsavnak el kell bomlania, ami időbe telik, és majd csak utána kezdenek megjelenni a buborékok. Tehát ennek a folyamatnak, amit itt láthatunk egy üdítőitalba, ennek sokkal drasztikusabb, kvázi robbanásszerű formája játszódna le az orrunk előtt. Úgyhogy ez is a probléma ezzel a 2000 mg. Ezek már meg a, mondjuk az árukeresőn, hogy azt mondja, hogy oxigénnel dúsított víz. Árukereső. Van-e ilyen árul nekem még ilyet? Nem hirdetés, nem hirdetés. Azt mondja, hogy várj, ha van ilyen. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 darab termék van összesen. Aktív O2 Fitness 0,75-ös 469 forint. Na, pillancsunk rá, hogy mit bír ez. Fel van a tüntetve, hogy mennyi oxigén van benne? Jön a marketing duma. Igen, szépít, élénkít, segíti a zsírégetést, az anyagcserét, szövetek hormonháztartását, B12, na nézzük a teljes leírást. Van-e benne olyan, nem fogom végigolvasni, van-e benne olyan, hogy milligram? Hát a teljes leírásban nincs olyan, hogy milligram, tehát ez nem írja, hogy mennyi oldott oxigén van benne. Úgyhogy menjünk is a következő termékre, amely egy Szentkirály O2 oxigénnel dúsított másfél literes víz, 219 forintra bolondnak is megéri, kicsit drága, de még mindig nem annyira drága, mint a, mit tudom én, egyes rendezvényeken 400-500-700 forintért árult fél literes ásványvizet, úgyhogy ez meg azért egy good deal. Na nézzük akkor ennek is a leírását. Azt mondja, hogy mit ír ez? Ásványi anyag tartalom, magnézium, kálcium, nátrium, hidrogénkarbonát, összesoldott ásványi anyag, az egy ásványvíz. Semmit nem ír arról, hogy mennyi oxigén lenne benne oldott állapotban. Tehát kettőből nulla, kettőből semmi. Azt mondja, nézzük a harmadik medakva, aqua, oxigén plusz oxigénnel dúsított ivóvíz, másfél literes, ez csak 219 forint, good deal, nézzük a leírást. Ez már írja. Oké, most már szó sincs 2000 mg-ról, mert ugye, hát lehet arra már rájöttek, hogy ez nem lehet, az nem hihető. Oxigén tartalom 33 mg per liter. 33.
emlékezünk arra, amit az elején mondtam, tehát ezt a 30-40-et, ezt azért nem nehéz elérni. Oxigén palacka, tiszta oxigénnel ezt bele lehet nyomni. És ezt még palackozni lehet. Ez igaz. De itt visszatérünk rögtön ahhoz a problémához, ugye, hogy milyen gyorsan elillan belőle másfél-két óra alatt. Tehát ez a másfél literes zárt palack, ez nem éri meg, mert hogyha nem iszod meg másfél-két óra alatt, akkor az oxigén, amiért pluszba fizettél, és ami egyébként se szívódik fel a gyomron keresztül, azt elveszíted. Tehát ez a 33, ez hihető, csak éppen értelme nincs. Nézzük a negyedik és utolsó termék, ez szintén Szentkirály lesz, 4,5 csillag, 189 forintért, ez egy nagyon good deal. Na nézzük, hogy van-e benne olyan, hogy milligram. Azt mondja, hogy ásványanyag tartalom, kalcium, nátrium, magnézium, hidrogénkarbonát. Nitrát nem kimutatható, nitrit nem kimutatható. Semmit nem ír arról, hogy hány milligram oldott oxigén lenne benne. Semmit. Az ég a világon, az egész reklámszöveg itt arra utal, hogy nagyon mérő hozzák fel, ezért nincs nitrittel és nitrátokkal mérgezve, ugye itt a növényvédőszerek és egyéb dolgok át, amit kurva mérő hozzuk fel. De, hogy mennyi oxigén lenne benne feloldva, az se. Mondom, ha egyáltalán számítana, mert a gyomron keresztül nem veszünk fel oxigén. Tehát négy ilyen termék van az árukeresőn, abból három nem írja, hogy mennyi oldott oxigén van benne. A negyedik írja, de az is olyan, hogy az hihető, csak értelmetlen. Szóval. Na, a másik dolog, akkor most térjünk vissza ugye a gázcserére. Egy nagyon szép szó, egy hivatalos szó, ugye arra, hogy működik az emberi szervezet. Az emberi szervezet úgy működik, hogy van egy olyan szerve, a tüdő, ami gázcserére lett specializálódva. Úgy működik az egész, hogy itt a légcsövünk elágazik ketté, aztán még ketté, azok is elágaznak ketté, mint a faágai. Egészen addig a hörgők, a hörgőcskékig, míg ilyen mikroszkopikus állapotú méretűek nem lesznek. Ezek a hörgőcskék. Ez azoknak a másik oldalán találhatók úgynevezett léghólyagok, és oda megy be a levegő. Tehát mire oda bemegy a levegő, már ilyen molekulányi szintekre el van bontva, és a léghólyagnak a másik oldalán ugye hajszálerek vannak, kapillárisok, és onnan veszi fel a véráram. Nagyon fasz a mechanizmus, több millió éves evolúciója van. Tehát az artérián veszi fel az oxigént, a vénán adja le az oxigént, és az, illetve a széndioxidot, és azt kilélegezzük. És ez a mechanizmus, ez hát lélegzetvételenként olyan 30-40 mg oxigént tud felvenni. Nyugalmi állapotban ugye 30-40-et lélegzünk. Tehát ez a nagy sóhaj, ez meg volt 40 mg oxigén, amit itt egy literbe ígérnek. Tehát 40 mg oxigént. Ez egy nagy sóhajtásra, vagy egy még nagyobb ásítással ez így elnyerhető. Egyébként, ha lenne is 2000 mg oxigén a literenként a vízben, az is csak néhány perc lenne elegendő. Tehát mondom, földi fizikai körülmények között ez nem megvalósítható. És ezek a léghólyagocskák olyan számosak, hogyha ezeket kiterítenénk ugye a felületükkel, akkor a felületük lenne, mint egy teniszpálya. Kurva nagy az oxigén felvevő felület. Úgyhogy a tüdő való arra,
oxigént vegyünk fel, a gyomor pedig nem való arra. Újra mondom. Igen. Tehát ha a gyomrunkon keresztül fel tudnánk venni ezt a amúgy elég kevés oxigén, akkor nagyon hamar oxigénmérgezést kapnánk. Szóval inkább tanácsos egy jó mély lélegzetet venni, jó nagyot sóhajtozni. Ha kimegyünk a friss levegőre, a szabadba, akkor jogával, ami ugye Isten ellen való vétek, jogával, jóga légzéssel, meditatív légzéssel nagyon-nagyon sokkal-sokkal több oxigénhez juthatunk, mint oldott állapotban a gyomrunkon keresztül. Gyomrunkon keresztül nem igazán tudunk ehhez hozzájutni, ami szerencsés. Tehát az egész olyan átverő ipar, ami a oxigénnel dúsított ételekre, italokra vonatkozik, az egy baromi nagy, ordas nagy átverés. 10 éve. Ha valaki nem hiszi, járjon utána, és szóval csak azért ne vegyetek meg különböző vizeket, mert úgy jól hangzik, hogy mit tudom én meg, hogy jó néz ki, nagyon jó a dizájnja, O2 ott van rajta, és mindig jusson eszetekbe, hogy a levegőt, az oxigént, azt nem a gyomrunkon átvesszük fel, hanem a tüdőnkön. Tehát hiába olyan jól néz ki a dizájn, igen, én is vettem olyan vizet, ami smart water, most már átnevezik smart water, ugye, hogy okos telefon, okos tévé, okos akár, most már a víz is okos. Gyakorlatilag ez is ilyen oxigénnel dúsított víz, de én nem azért vettem meg, mert ez oxigénnel dúsított, hanem azért vettem meg, mert az adott körülmények között, utazás közben az volt az egyedül elérhető és kapható víz. Ugye jó a reklámja, meg a marketingje neki. Na, úgyhogy igyatok sok vizet, mert a víz az egészséges. Számolja ki mindenki, mennyi vízre, folyadékra van neki szüksége. A felnőtt emberek folyadék szükséglete 20 kg-onként 1 liter víz. Tehát 60 kilós embernek 3 liter folyadékra, nem vízre, folyadékra van szüksége. Folyadékot fel lehet venni egyrészt levesből, 2 gyümölcsök levéből, vízből, kólából, akármiből. Tehát mikor azt mondja az orvos, hogy igyon meg 3 liter folyadékot, akkor nem arra gondol, hogy neked 3 liter ásványvízt 60 kilósan meg kell inni. Hanem az a 3 liter az egy olyan optimális folyadékmennyiség, amit be kell vigyeszel. 80 kilós ember az igyon meg 4-et, stb. Stb. És akkor elkerüljük a dehidratálást, meg stb. És menjünk ki a levegőre levegőzni. Na, ennyit akartam mondani. Remélem tetszett a téma, még hogyha fogok találkozni ilyen szkeptikus témákkal, akkor azokat igyekszem így elmondani, és meglátjuk, hát ha egy kicsit úgy csökken a kínálat, a kereslet sajnos az sokkal később fog csökkenni, mert az emberek igen, elhisznek mindent. A jó marketingnek a lényege, hogy bármit elhitessen a legszkeptikusabb emberekkel is. Na, úgyhogy legyetek szkeptikusak ti is.